sziasztok! Ma folytatom a Mountain Blade Warband Prophecy of Pandor végigjátszásomat. És hát itt maradtam ugyebár, hogy hát elég szép birodalmat hoztam össze, és mindössze két terület maradt hátra, és elfoglaltam az összes birodalmi területet saját birodalmamnak, úgymond. És utána elkezdem meghódítani a Kergit területeket, és így legyőzve a Kergiteket, akik eléggé gyengék. Jaj, de a nordok. Jaj, eddig észre sem vettem, ilyen erősek a nordok, te jó ég. Na jó, mindegy. Vegyük el Kulmarvárát. Na várjunk, először kéne nekem némi élelem. Szóval ahhoz le kéne vágjak két tehenet. Kb. Így. És akkor megépítem szépen a... ezért az ostrom tornyomat. És megtámadom a várost. Ó, Knights of the Radiant Cross lovagok. Ja. 24 órát vesz igénybe mindössze egy ostromtorony építése. Hé, te hova mész? Az elment. Velukánál ellenséges őrjárat. Ugyebár a Kergiteket egyszerűen szétvertem, szóval pff, vége, kész. Ó, Alistair Emir itt jött. 129 emberrel jött ide. Nem is rossz. Wow, ott jött egy sereg. Ott jöttek a Kergit kutyák. Oké. Okay. Így jászok ott a helyükre, és közelebb egymáshoz. Hadd jöjjön az ellenség! Nem hiszem, hogy meg lesz elsőre a vár, de... na, ha nem is lesz meg, nem baj. Mivel... amúgy is támadnak minket, szóval... nagy valószínűséggel elvenném a várat, akkor egyből meg is támadnák, de inkább hagyjuk. A várat is odaadom egy másik nemesemnek, nem tudom melyiknek, azt hiszem, hogy nem Alistairnek, hanem Jocelynnek például. Vagy nem tudom, tényleg. Amelyik, azt hiszem a másodiknak, szóval... what the fuck? Na mindegy. Hát az kb. Egy lövés volt. Ijászok maradnak ott. Ó, és nem forog körbe-körbe. Helyes. Szóval a várat nem tudom kinek adom oda, meglátom. Még elválik. De valakinek odaadom. A lényeg. Bár az ijászokat én áthoznám oda. Jó, és nem forog körbe-körbe, király. Nagyon helyes. Erről nyomjátok már oda, aztán adjunk nekik. Szerintem elsőre nem lesz meg a vár, de annyi baj legyen. És... amúgy is jönnek, szóval miután ennek a csatának vége, akkor szépen letámadjuk a ide tartó nemeseket. Jó, az íjászokat oda akkor. Elég szar pozícióban vannak az íjászaim. Van egy csomó ilyen Eventide Guildman. Azok elég, elég jó ízék, lovas íjászok. Azaz, innen már mindjárt jobban le tudják szedni az ellenséges csapatokat. De gyorsan megy. Ja, hogy már itt van, oké. Okay. Ja, jó van. Nem, mit csináltok? Pozíció tart. Most oké. Oké. What the fuck? De miért csinálja ezt? Na, azért. Az ijászok maradjanak egy ideig a helyükön. Gyerünk lovagok! Pandori Foot Knight! Bírom ezeket a pandori gyalogos lovagokat. Nagyon szép a páncélzatuk. Nagyon-nagyon szép páncélzatuk van. Nagyon kedvelem őket. Csak a játékban a pandori katonák a leggyengébbek. Ja.
sajnos. Csomó íjász van ott bebagolva. Mindenki támadjon akkor. Vagyis szerintem a pendori katonák a leggyengébbek a játékban. Jézus Mária, mennyi íjász van ott, te jó ég! Gyerünk, nyomjátok le őket! Na, hogy levágt a szegény pendori csávót! Wow! Gyerünk, 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 nyomjátok le őket! Annyi az egész, sok az íjászuk. Megjött az utánpótlás. Annyi az egész, hogy a bal, itt a falakon vannak ellenséges íjászok, ezek meg hátba lőnek minket. Azok csak meg elég közel jön, azt ki fogják nyírni. Ja, boom, boom, vége. Szép volt. Gyerünk meg, fuss, 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 azaz, ügyes vagy. Nem gondoltam volna, hogy rátámad. Boom. Még egyet. Még egyet. Szép. Lehet meg lesz elsőre a várán, bár jaj, mi várott le minket. Ajjajjaj. Csomó íjász. Azok elkezdenek nyilazni, nekünk annyi. Ha közel harcolunk, akkor megöljük őket. Közel harcban simán. Ahogy elnézem, majd vesztettem 78... Hát egy olyan 20 emberrel vesztettek ők többet, mint mi. Nem nagy a különbség. Mi a fenét csináltatok ott? Bebágoltatok. Jó, vissza kell vonuljunk. Inkább visszavonulok. Itt mennyien jönnek? Aha, Aszugán vezeti a támadásukat. Aha. Átlagos a morálunk, az nem jó. Lett egy pendori lovagom. Ájjajjaj. Na jó, azt hiszem, hogy ezeket itt előbb le kéne nyomni, és csak utána kéne támadni a várost megint. Lássuk, ezekkel megküzdünk, srácok? Azt mondják az embereim, hogy igen. Á, többen vagyunk, majdnem kétszer annyian. Jaja. Oké, és mindenki utánam. Gyerünk, gyerünk, gyerünk a győzelemért előre. Ezeket előbb lenyomjuk, utána pedig folytatom a város és a vár támadását. Utánam! Gyalogság, támad, lovasság, utánam! Gyerünk, 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 gyerünk! Szépen oldalba kapjuk az ellenséget. Kb. Most támadjon a lovasság és a gyalogság is. Ám bár engem nem kéne kiüssenek, szóval én inkább egy kicsit, mondom, hogy vissza fogok húzódni. De még egy íjászt megölök! Fuck you! Ups! Ajaj! Átmentem köztük.
Na jó, még téged is kinyírlak. Mindenki támadjon, mindegy, elkúrtuk egy kicsit. Túlságosan előrehoztam az íjászaimat. Ijj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 
Ó, már is erősítést kaptunk. Jaja, nagyon pozícióra kellett volna, és hát, ja, pozícióra kellett volna állítani az embereket. Most már mindegy, kúvára levágtak minket. Ijászok vissza. Új, Sarleoni lovag. Nem kapsz el, köcsög. Fene. Ja, hogy itt még vannak embereink, oké, így jászok ide. Hát mégsem maradok ki a harcból. Az unikornis lovag egyet kinyírt, a másikat pedig... másikat pedig elütötte lóval. Motherfucker! Jó sokan vannak. Ráj, de tudtam, hogy messz lesz. Tudtam, hogy meg fog szúrni. És meg fogja szúrni a lovat. Na, végre elütöttem a köcsögöt. Levágom ezt a lovat, puf. Hozzuk már előre az íjászainkat. Jaj, jó nagyok a veszteségeink. Hopp, ott egy skorpiós. Na! Köcsögök! Azt mindjárt valamelyik simán leszed. Jaj, ne már! Rengeteg lovas. Áj! Ne! Hát... egy olyan érzésem, hogy automatikázzunk el a többi csatában. Amúgy is sokkal többen vagyunk, szóval mindegy. Megnyerjük az első rohamot, vagy nem? Halvány lélám sincs, hány emberem maradt hátra. 37-es szint, áfrancba. Szerintem megnyerjük. Pont levágtam a skorpiósat és szintet léptem. Ez így pont megérte. A többit leautomatikázzuk, az kalap. Ahogy elnézem, 21 emberem van a 19 ellen. Már ők vannak mindjárt többen. Bár nekem még van pár lovas katonám. Ja, megnyerjük. Ahogy elnézem. Ja. Kinyírta. Gyerünk. Még van egy emberük. Az persze egy lovas. Ez alap. Puff, meghalt. Jó pár veszőt kapott a köcsög. És
és a foglyom vagy, és te is. Ez jó volt. Jó. Lett némi foglyom. Csomó foglyom lett, basszus. Eventide Guildmenek. Azok jók. Dasárlovak. Oké, okay, szétvertük őket. Átlag feletti a morálom. Ó, lett egy Scorpio Assassin. De jó. Na szóval, szintet léptem, szóval lesz egy olyan, hogy erő, és lövőerő. Ja. 186 ember védi még a várat. Na, kezdjük meg az ostrom eszköz építését. Gyere vissza. Oké. Okay. A francba. Tudtam, hogy ez lesz. Alig vagyunk 400-on. És még két fogó. És Roland Emirt kiszabadítottam. Na végre, te köcsög. Hagytad, hogy elverjenek, mi? Te. Te idióta, te. Jó, semmi jó cucc nincs. Na, erről ennyit. Na jó, de folytassuk a támadást a város... A vár ellen, de előbb megint fejlesztek kell a katonákon. Gyalogos lovag, az is jól jön. Ó, lett pendori fekete íjászom. Tündöm-döm, azok jók. Milyen képességei vannak? Nagyon jó képességei vannak. Nagyon-nagyon jó kartforgató, nagyon-nagyon jó íjász egyben. Na jó. Kezdjük el építeni. $16,200 az szép. Ergelon váránál ellenséges sereg, mi? Ugyan már, Velukánál. Gyere vissza, ne menj utána. Nincs mit kajálni. Jó, mindegy. Felszabáltak mindent az emberek. Uj! Jajajaj! Egy gyökér vett célba. Van egy olyan érzésem, srácok, hogy ezt a csatát lenyomjuk. A rohadt életbe! Ennyi ember között, basszus, hogy trafál el na már engem? Nem igaz? Hogyan rákba tud eltrafálni? Ne szopass már! Jó, levágjuk a teheneket. Basszus. Szopatás az egész, komolyan mondom. Annyi ember között engem trafál el. Szándékosan odaállok az embereim hátához, hogy ne tudjonak eltalálni erre. Puff. Véged. Na jó, újra. Most már csak 24 órát vesz igénybe. Oh. Az hülye. Lol. Ide jött a köcsög. 7963 dénár mínusz. Áj, még mindig mínusz kapok. Egy dásár köcsög elhagyta a sereget. Na. Uaj. Most bemegyek az ostromtoronyba.
megint kilő valamelyik... Guaj, de ideges leszek. Jó, íjászok közelebb egymáshoz, és az íjászokat oda. Azaz, szedjétek le őket, most el fogjuk foglalni a várat. Ezután véget vettek a hadjáratoknak, szóval minden nemesemet hazaengedem. És... megpróbálok békét kötni a kergitekkel. Kergiteket nagyon, de nagyon legyengítettem. Most tényleg adtam nekik. Ám bár gondolkodok, hogy... Most várjuk, először el kell vegyem Kulmarvárát, elfelejtettem, hogy... Wow, váris erősítést kaptak, az szép. Kulmarvárát el kell vegyem, plusz Grünwalder várát, addig nem köthetünk békét a kergitekkel. És gondolkodok, hogy elvegyek tőlük talán még egy várost is. Még azért is még egy város beleférhetne. Ezen gondolkodom. Hogy azért még egy várost el kéne venni a saját területükről. Ikamur túl messze van, értelmetlen lenne, hogy Ikamurt vegyük el. Narrát esetleg, vagy Halmart. Nem lenne hülyeség. Csak hogy megmutassuk a kergiteknek, hogy nektek annyi. Ups, engem vett célba. Csúnyán megöljük a bárvédőket. Vissza kéne szerezzem már egy sisakomat. Embert vesztettünk már egyáltalán, még csak egy sebesültünk van, de ők már vesztettek 43-44 embert. Nekem még van keményes sebesültem. Már megint kaptak erősítést, az szép. Nem tudom mire lőjek. Jó, mindenki támadjon. Ó, ha leesek. Inkább meg sem mozdulok, basszus. Á, most simán elvesszük a várat. Vége. Alig van pár emberük. Lerassoljuk őket, az kalap. Már ahogy elnézem, még van pár Dashard Blades-men meg harcos. Na gyerünk, menjetek, nem? Na már megint bebugoltak ide. Komoly, már megint! Ó, menj már innen! Jobb neki futásból most, hups! Király! Ó, az meg eltűnt. Úgy leszed mindjárt valamelyik. De mindig bugolnak be az egységek. És kaptak erősítést. Fejbe lőttem, basszus. Ó, tovább ment pár emberem. Mégse bugoltak be. Vagy mi lett?
Már megint bebagoltak. Ja. Ó, kaptak erősítést. Á, 29 emberük van összesen. Ha minden igaz. És utána annyi. Ja, a vár a miénk. Jó, gyorsan elbukottam úgy a vár. Egy az, plusz ugyebár még megöltem egy csomó izét is, akik jöttek ide a várhoz. Egy csomó emberüket. Wow! Rádugrok, köcsög. Vannak még fenn a bástyában? Ja, hogy itt nem lehet menni, oké. Hogy jutunk fel oda? Ja, ott. Na mindegy, az embereim elintézik. Ups. Puff. Majdnem. És ennyi volt. 176 emberük volt, és meghalt. Remek. Na irány Grunwalder vára ellen. Azt is elfoglaljuk. Kéne vegyek egy baggage train-t amúgy. Kurvára nincs moráljuk az embereimnek. Jó, ez mindegy. Hú, oké, ezt nem tudom kinek fog... Kasimnak fogom odaadni. Adonzsának van vára, most jön Kasim. Kasimnak kell odaadjam izét. Kulmar várát. De még nem küldhetem haza a hadsereget. Még nem. Még nem vethetek véget a hadjáratnak. Pedig rengeteg katonát veszítettünk már mi is. Én is. Nagyon sokat. Egyfolytában veszítem az embereket. Jó. Vegyünk fel Bulugurból pár embert. Ezt a tehenet már levágjuk, ha itt van. Na, irány tovább! Ó, egy csapat szingáliai. Na jó, Kasimnak adjam oda a várat. A falu pedig megmarad nekem. Kulmar vára... Ó, oh. Letaldirá nem ér, mellesleg hára, mellesleg megkapta három már alatt, nem érdekel engem. És enyém Bulugur. Oké. Kereskedők. Igen, Velukában lehet a legkevesebb élelmet venni. Itt van a legtöbb olívóolaj. Na jó. Á, nem tudok baggage train-t. Wow, 13 nemes. Jó. Elvettük mindet. Jók ezek a nemes emberek. Hol mész? Benézünk Jalenbe. Á, Pagundurt ki akarják fosztani. Benézek Jalenbe, mivel kéne vegyek egy... izét. Egy baggage train-t. Kemény 310 embert tudok fölvenni, basszus. Egyre több és több. Plusz foglyokat nem raktam be a városba. Jó, berakjuk ide azt a csomó nemest. Nem akarnak csatlakozni páron? Két Dashar Bladesman csatlakozott. Na mindegy, be a várba, és vegyek egy ilyen baggage train-t, mivel remélem itt már lehet, és amúgy is kezd leesni a morál. Ja. Oh.
Remek. Átfejlesztettem egy páncélozott pikást Shadow Legion Marinus-szá. Az nem rossz. Á, Vekaviai embervadászok, király. Hello, Captain. Jó. És... vegyek némi plusz kaját. Halvány lilám sincs amúgy mi ez a baggage train, de... 60 moráltat szóval. Nagyon megéri. Á, Lethald irán. Hány Noldori harcosod van? Hát van, van pár. Jaj, megjelent egy démon is elek, hogy oda ne rohanjak meg vissza. Oh, hello. Ezek azok a szingáliaiak, akik még annó idejöttek, és nem fogadtam el őket. És elküldtem, mert megkérdezték, hogy legyenek a zsoldosaim, vagy ne, és én azt mondtam, hogy húzzanak a rákba. Ja, na akkor most elverjük őket. Nekem ne baszogassák az itt lévő parasztokat. Ó! Oh, Etroszkvárát ostrom alá vették. Oké. Okay. Akkor irány oda. Etroszkváránál vajon mekkora sereg gyűlhetett össze? Arra kíváncsi vagyok, hogy mennyi katonával jöttek. Hány 20-30 emberrel. Jó, rakjuk be a foglyokat. Szép sereg. Vagyis nem rossz. Na jó, irány akkor Etroszkvárához egy kicsit. Lássuk mi a tarc. Svadi és a Vegyír békét kötött. Hűha. Aha! Oh, hello! Oh, hello! Oh, hello! Szóval el is kezdődik a harc. Oh, Heroin Adventurerem lett. Oh, az király. Az nagyon király. Kéne amúgy fejleszek egyet a, nézén, a kiképzési képességen. Boom. Oh, ez maga Sanjarkán. Ho-ho-ho. Mi vagyunk 710-en. Ők mindössze 400 valamennyi. Tök mindegy. Szétverjük megint őket, utána irány Grunwaldervára. Hol az ellenség amúgy? Ott az ellenség. Annyi az egész, hogy éjszaka harcolunk, és ez így nem okés. Lovasság pedig utánam. Letadira nincs itt, a fenébe. Pedig ő nagyon itt kéne legyen. Ő meg a Noldori híjászok. Sanjarkán. Nem akartok megindulni? Uj, dobigálják a késeket. Kurva messze eldobják ezeket a rohadt késeket. Nagyon durva. Lovasság támadás! De ne szállj le a lóról! Fenébe. Az íjászok nem tudnak eltalálni szinte senkit, mivel éjszaka van. Na végre egy meghalt. Oké, okay, gyalogság támadás! Egy olyan érzésem, hogy ez szopas lesz ez a csata. Mindegy, mindenki támadott van Sanjarkán. Ups.
Wow! Tényleg van egy olyan érzésem, hogy szopas lesz ez a csata. Annyi az egész éjszaka van, az íjászok szar se érnek. Sanjarkán nem dőlt ki. Már is erősítést kaptam. Na, az első rohamot tuti elbukjuk. Annak annyi. A végén győzünk, de jó nagy veszteséggel. Nagyon nagy veszteséggel fogunk győzni. Jó, az velünk van. Mázli, hogy nem lehet megütni a saját egységet. Tuti jó párat kinyírtam volna már a sajátjaimból is. Milyen lovag ez? Charlotte Rogue Noble Knight vagy, nem? Vagy csak simán lovag? Ja, hülye lovag vagy, aki nem veszi elő a kardját. Charlotte in a Knight volt csak. Azt hittem Rogue Noble Knight, de nem. Jaj, a Scorpio Assassin, nézd már, basszus. Olyan egy rohadt egység ez a Scorpio Assassin, annyira utálom. Hogy a fenébe lehet mindig egy játékban egy egység, ami mindent üt. Na nézd már. Megdobott késsel. Oi. Úgy utálom ezeket a srácok, nem hiszitek el. Rohadt Scorpio Assassinok, basszus. Próbálom levadászni mindegyiket, már kiütni. Így egyből. De hát rengeteg van belőlük. Főleg, hogyha Sanjarkán ellen küzdesz, neki aztán tényleg, hogy van egy csomó. És erősek, basszus. Mindennel fel tudják venni a harcot. Nincs olyan egység, amivel a Scorpio Assassin ne tudná felvenni a harcot. De tényleg, fölveszik a harcot a simán a Shadow Legion centúriósokkal is. Mi? Shadow Legion centúriós? Ugyan már? Simán lenyomják a Shadow Legion centúriós katonát is. A Scorpio Assassin. És a Scorpio Assassin mindenki képezheti, még én is. És ezért is annyira veszélyesek, mivel nagyon erősek, és mindenki képezheti, bárki képezheti őket. Bármilyen nemes. Ezért annyira veszélyesek a dásár mocskók. Mert nagyon jó katonákat tud mindegyik nemesük. De például Shadow Legion centúriósat nem tud mindegyik nemes például a rodokoknál. És ez a szar az egészben. Mi a franc? Ja, az az első roham, ez bukta. Ez ennyi volt. Lenyomtak minket. Max, ha ki nem nyírom én a maradékot. De az egy kicsit nehéz lenne. Na de mindegy, harcolunk a végsőkig. Kicsit sokan jönnek rám. Nagyjából én vagyok az utolsó. Ja, én vagyok az utolsó. Ehá, buzi! Ja, albedier. Áó! Hát szinte gondoltam, hogy az első rohamot bukjuk. Ennyi ízi ellen. Ennyi a... Scorpio Assassin ellen. Hello. Hello, szép magaslat. Na jó, ahogy elnézem, nem jön az ellenség, és még nem jön, én addig kitöltöm a vizet. Mivel kurvára megszomjaztam. Szóval ott az ellenség. Ezek szerint mégis előre jönnek. Amúgy a katonáknak ugyebár mondtam, hogy álljanak szépen pozícióra, de hát szokás szerint cseszik tenni, amit mondok. De hát ezt már megszoktam. Egy csomóan leszálltatok alulról. Muszáj kivágjam őket a... innen.
És itt az ellenség, basszus. Na de ezt a rohamot már meg kéne nyerni. Wekavia-i Queen's Guard. Mi a... Basszus, mekkora veszteséget kapunk most a kergitektől, te jó ég. Többen vagyunk, de... Ó, kaptak erősítést? Na végre. Az csak jót jelent. Na, még inni se hagyják az embert. Á, hogy látom, kezdenek kifogyni a vizékből. A Scorpio Assassinokból. Nagyon helyes. Utálom őket. Akkor szeretem, ha az enyémek, de ellenük harcolni, aj, de rossz. Na végre erősítés. Helyi zsövány. Ah. Nézd már a köcsög. Na nem hiszem el. Ah. A fenébe. Na de mindegy, amúgy lenyomjuk őket. Az első roham az tényleg, hogy nagyon szar volt. Az a rengeteg Scorpio Assassin az meg tud szivatni minket keményen. Na de mindegy. A másodikat megnyerjük. Ezek után már amúgy is csak győzünk. Szétverem ezeket a kergiteket, akik itt vannak, utána pedig Grunwalder várát fogom elvenni. Már még vannak 19-en, már annyian se. Maradt egy pár íjászuk, az kész. Meg egy vagy két közelharci ember is. Sima ügy, megrohamozzuk a dombot, azt végük. Azaz, hasítsátok le őket. Ketté az egészet. Ú, az el akart menekülni az a csávó, azt hiszem. Az már nem fog. Ketté hasították. Á, még a Halbedier kiütött egyet. Szép. Meg a Manatarm is. Oké. Okay. Jó, győztünk. Sanjarkán a foglyom. Wow, de jó. Jó, pótolom a csapatokat. És valami jobb. A Heretic Magnus. Jó, mindegy, vegyük ami van. Amennyit lehet fölveszek, azt a többi marad a szövetségeseimnek. Hát a javát azt elveszem. Pendori lovas, Pendori milicista, Dasár. Vegyük a Heretic Minion-t is, a többi a tietek. Király! Még maradt, na, egy kevés emberük. Akarok fejleszteni néhány Pendori fekete íjászt. Nem olyan nehéz kifejleszteni őket, de azért kell egy kis idő hozzá. Na, mi lesz? Oh, hello! Megtámadjuk? Ahogy látom, igen.
Ja, örült, hogy segítettem. És ennyi. Erről ennyit. Mindössze 235 emberem van. Ja, azért jó pár embert elvesztettem most. Bár azért automatikáztam, mert nem igazán volt kedvem lejátszani, plusz nem is igazán volt életerőm ahhoz, hogy lejátszuk, szóval mindegy. Na, akkor irány tovább. Jó, itt is minden fel van építve. Érdekes. Tell me your skills. Jaj, szegény kettes szintű falusi elöljáró. I wish you to close your car and mine. What? Ja, dehogy is. Dehogy zárjátok, hülye vagy. Na, megyünk fel újoncokat. Oh, hello. Jó. Segítsek szegény parasztoknak. Nem tudom miben, de tök mindegy, nem is igazán érdekel. Innen tudok még kivenni katonákat, vagy már nem? De, vagy még tudok. Azokat ki akarom szedni, amiket még tovább lehet fejleszteni, de azt hiszem ennyi volt. Magát Sanjar Khant kaptam el, basszus. Eventide Guildmenek. Morálunk? Milyen a morálunk? 51-es, akkor még nem próbálom felvenni őket. Egyre erősebbek és erősebbek vagyunk, srácok. Legyen még egy Scorpio Assassin. Azt hiszem ezentúl egy városban maximum 250 ember lesz védőnek. Azt szerintem elég. Na, irány Grunwaldervára, amit írtó nehéz lesz elfoglalni, de nem lehetetlen. Ó, 7800 dénár, király. Jó, ezt holnap reggel fogjuk megtámadni. Vagyis nem, éjszaka. Nem, nem éjszaka. Délután. Maradsz, maradsz, gyere vissza. Jó, mindegy. Na ja, erről beszéltem. Ez az a hülye vár. Úgy utálom. Fene vinné el. Ez az a hülye vár. Mondjuk, van mindössze 239 védője van. Nem olyan sok, szóval nem lesz annyira... Ah, nem tudom milyen nehéz elfoglalni. Nehéz lesz, mert itt ugyebár nehéz fölmenni, stb. Közben nyilaznak, de... Na, mindössze 239 védő, nem annyira veszélyes. Ha kell, háromszor, négyszer támadok és vége, de szerintem annyi nem kell. Előbb meg lesz. Szerintem. Amúgy is elég jó kezdő előnyt kaptunk. Kaphattunk volna jobbat is, de nem adott. Szedjük le azokat a hülye íjászokat onnan. Boom headshot. Csodálkozom, hogy abban a bástyában nincs senki. Jöjj, hogy csak úgy hullanak az emberek. Ja, ez nehéz lesz. Utálom ezt a várat, srácok. Nagyon-nagyon utálom.
ezt a várat. Ez a legutálatosabb vár szerintem az egész rohadt játékban. Írtó nehéz elfoglalni. Egy az, hogy az íjászoknak sincs rálátásuk, hogy lőjék az embereket. És ahogy felmész, két oldalról kapod a nyilat, de nem tudod leszedni az íjászokat a falakról. És a bástyáról. Na jó, mindenki támadjon, ha kell 200-300 embert is veszítek, de akkor is el fogom foglalni. A rohadt életbe. Ja. Na mindegy, akkor nézzük a csatát. Jaja, ezt írtó nehéz lesz elvenni. Kéne nekem egy olyan dolog, hogy 8-as kezdőelőny. Na az jó lenne. Egy olyan 8-as kezdőelőnnyel kezdeni, azt nekem lenne, vagy 100 emberem nekik, vagy 30. Az nagyon király lenne. Simán be tudnánk törni akkor. Nem bár, kaptak erősítést. Megöltünk már kemény 35-öt. Még vannak vagy... 230-an. Vagy még többen. Na mindegy, ha levágnak minket, levágnak. Visszavonulunk, és holnap reggel támadunk újra. A végén akkor is elveszem a várost, a várat. Jézusom. Elvesztek vagy 30 embert, 30-at épp nem, vagy 20-at, még megölünk egyet. Ez a legutálatosabb vár. Utálom ezt a várat. Mindig is úgy utáltam, hogy nagyon. Írtó könnyű védeni. Jaj. Már megöltünk kemény 43-at. Nem rossz. Ó, basszus. Ezek az íjászok sem fogynak ki soha. Puff, el is kapták. Fentről üssetek, fentről, azaz. Minden 20. ember megöl egyet. Jaj. Hány embert vesztettünk már eddig? 37 halott, 70 és nem 70, hanem 100 sebesült. Jaj. Lehet Grunwalder váránál elbukunk. Ám bár nem, addig támadom, basszus, még a miénk lesz. Ha kell, hozok erősítést Velukából. Kiszedek egy csomó jó harcos, de akkor is elveszem ezt a várat. Addig támadom, még az enyém lesz. 55 emberük már meghalt. Még megölünk majd 10-et, 15-öt, és akkor már nincsenek csak 200-an. Kéne amúgy egy új zsoldos sereg. Az unikornisi gárdát elverték. Unikornis lovagokat eléggé legyengítették már.
El is küldöm őket, visszamegyek Velukába és hozok egy zsoldos sereget, egy másikat. Ó, megint kaptam erősítést. Jaj, mindjárt megvan a 60 ölés. Mindjárt 60 embert megöl. Már 61-et is. Na, szép, haladunk, haladunk. Meg lesz ez szépen lassan, de meg lesz. Még vagy 4-5 ilyen támadás, ha jól, ha minden rosszul megy, akkor 4-5 támadás. Ha jól megy, akkor még vagy 2. Ja, kaptak erősítést, na az már valami. Az már valami. Az a baj, hogy én ma azt hiszem nem kapok többet. Kell egy zsoldos sereg. Egy másik. Azt hiszem a Vekáviai renegátokat hozom most. Ja, az jó lesz. Vekáviaiak. Azt hiszem. Hogy jó lesz. Nem biztos. Ó, kaptam erősítést, király. Lehet megölünk majd 100 embert, ám bár kétlem, ha annyit sikerülne. Hány ember halt meg már? 61 halt meg a szövetségeseknek és 16 nekem. 40 sebesültem van, és 137 sebesültjük van a szövetségeseimnek. Húha. Ajjajjaj. Nagyon nagy veszteségeink vannak. Szegény fejsz és pif-puf kapta, dőlt is ki. Jaj, basszus. Ez a két íjász még mindig lő, még mindig van lőszerük a mocskoknak. Sose fogynak amúgy ki. Valójában sose fogynának ki. Mindig, ha kifogy a nyilvessző, egy kicsit állnak egy helybe, és utána egyből újra töltődik nekik, és lőnek tovább. Na, 80 embert megöltünk. Azt hiszem ennyi. Több erősítés nem lesz. Azaz, már megöltünk 81-et, és egy sebesült. Gyerünk, még vagy egy két, még két ember, srácok, még kettő, csak kettő. Erősen kétlem. Jó, vissza, ennyi volt. Wow, mínusz 22 morál, jajajaj. Jó. Csúnya. Nagyon csúnya. Na jó, kell egy új zsoldos sereg. Hol van a zsoldos csapat? Hova lett? Ja, itt van. Ja, nulla embere van a köcsögnek. Már nem, nincs szükségem többet a segítségedre. Hú, jujjujjujjujj. Aha, ja, itt ide menekülsz. Na, oda te nem mész be, haver. Kapjátok el? Nem igaz, hogy nem kapjátok el. Aha, elkapták. Jó, nem, azt akartam, nem ezt akartam. Csak simán így. Jó, van egy Heretic Magnus és egy Heretic Worshipper, meg ez a többi a tietek. Na jó, megyünk és veszünk fel egy zsoldos sereget, és...
és megkúrjuk Grunwalder várát. Amúgy nem néztem meg, hogy mennyien védik. De ügyes vagyok. Meg kéne nézzem, mennyien maradtak. 158-an. Oké. Akkor még kell egy zsoldos sereg. Egy új. Azt hiszem a vekáviaiak jó lesznek, szerintem. És jók lesznek. A Mercenary Companion. Unicorn is nem tudok. Marleoniakat nem vennék föl, mivel azok inkább nyílt terepen jók. Szóval jönnek a vekáviai renegátok. Az jó lesz. Van egy csomó rohadt marhahús. A rohadtak. Jó, mindegy. Nézzünk be ide. Nem igazán követ már mindegyik szövetségesem. Már sokan elmennek haza, mivel nincs emberük. Egy emberük sincs. Ó. Oh. The base income 500 dénár. Oké. Okay. Oké, okay, király. Na vissza ide. És holnap reggel támadunk. Jó, fejlesztjük a katonákat. Fölvettem némi újoncot, ez mindig jól jön. Szerintem még két roham és meg lesz. Az előbb megöltünk olyan 80, vagy több mint 80-at, most megint megtámadjuk őket, megint megölünk vagy 80-at, és akkor nagyjából meg is lesz. Aztán még egy roham és kész. Ja, újra. Hetes kezdő előny, nem is rossz. Hány emberük van? 55. Hát jó. Első ölés a miénk, az még jobb. Ezt a várat utálom a leges legjobban. Van érzésem, hogy valamelyik célba vett. Na, mindenki támadjon amúgy. Vaj, de mennyi sok íjász van ott fent, te jó Isten. Legalább az egyik feléből szedjem ki őket, az íjászokat. Na, valahogy úgy. Kilövöm én a másik feléből is. A köcsög. Vissza is nyomtak minket? Hoho, eltaláltam. Ajaj. Úgyse kapsz el, úgyse kapsz el. Ó, kaptak erősítést, király. Az jót jelent. Az azt jelenti, hogy mi is öljük őket. Az a köcsög engem vett célba.
Jó, most már nem még látott. Úgyis fejbe lövöm. Mondtam. Küldtem egy nyilat a hülye sisakjába. Mennyit töltünk már meg? 40-et. Olyan a sisak, vagyis a pajzsom, mint ez sündisznó lenne. Nyilak állnak ki belőle. Nem tudok följebb menni, basszus. Mit látok én ott a térképen? Mutatja, hogy állnak egy sorban a katonáim. De valójában nem. Érdekes. Oh. A rohadt sisaktól szart se látok. A bánatba lövök, komolyan. Ó, már megöltünk 53-at. Nem rossz, nem rossz. Haj, a fenébe! Hogy utálom én ezt a várat? Hoho, fejbe lőttem! Milyen buzik? Dá! Az hogy? Pedig a pajzson fenn volt. Na mindegy. Megnyírtunk már ki 73-at. És két sebesültjük van. Na még egy jó roham és vége. Ha nem, akkor kettő.
Gyerünk már! Hét halottjuk van, kaptak erősítést. Legalább 80 legyen meg, a 80 halott, az jó lenne. 78, na még kettőt. 79, nem. Még mindig 78, 79, és meg van 80. Nagyon jó. Nagyon ügyesek vagytok. Hoppá, eléggé betörtek az embereink. Látszik, hogy kifogytak a jó harcosokból, a Dashar Blades-menekből, meg a ezéből, Scorpio Assassin sincs már. Abból nem is volt valami sok, de... Wow. Oké, betörtünk, de annyi az egész, hogy most már nem kapok több erősítést, ha minden igaz. Szóval is vissza kell vonuljunk. De rengeteget megöltek most. Most már ennyi volt. És már jönnek az ilyen Dashar harcosok, azok gyengék valójában a Dashar harcosok. Gyenge egység. Meg a veterán lándzsások, az annyi. Még a végén megnyerik, basszus, ez a pár. Kaptam erősítést? Akkor győzünk. Akkor ennyi volt. Akkor győzni fogunk. Ja, akkor ez ennyi volt. Ha kaptam erősítést, akkor ennyi. Akkor győzünk. Jaja. Mivel még 18 emberük van, még lehet ezek is megnyerték volna itt ez a pár emberem. Nem, bár kétlem, mivel ezek ott ledobálnak minket. Gyerünk haver, te az én emberem vagy. Mutasd meg, mit tudsz. Hú, azaz. Megölt egyet? Nem, meghalt, kész. Na, mindegy. Jaj! És megjött az erősítés! Ja, milyen kavár! Ez ennyi. Most már nincs sok védő. Kifogytak a védőkből. Ennyi volt. Oh, hello! Hogy leugrott a birodalmi mortálos csávó? Vigyázz meg, hasz! Meg is halt. Ja, még két ember. Gyerünk! Foglaljuk már le ezt a rohadt várat. Egy ember és győztünk. Hála a jó Istennek! Wow! Na végre! Wow, ez durva volt. Nehezen, de meglett. Nagyon nehezen. Jó. Kinek adjam amúgy oda? Jocelynnak. Jocelyn kapja meg. Jocelyn Emir lesz az, aki megkapja. Jó. Szóval irány Velukába, és adjam oda a Zsoceli Nemírnek. A falu meg az enyém. Mi a falunak a neve? Kaeza. Jó, elfogadjuk. Szóval Zsocelin. Meg Penicillin. Boadiszt elverték, na mindegy. Grunwalder várát Zsocelinnak. Ja! Tidödödödöm. A Kaeza pedig az enyém.
akarok magamnak egy csomó falut, mivel nincs elég bevételem. Meg lesz, srácok. Elvettem azt, amit lehetett. Wow, a svadiaiakat szét fogják verni. És nézd a nordokat, milyen erősek. Úristen! Jaj, ne már! A svadiaiakat pedig kinyírják a nordok. És nagy valószínűséggel utána megtámadnak minket. Na, de arra gondoltam, hogy folytatjuk a hadakozást. Nem állunk le, hanem folytatom a hadakozást, mínusz 7900 dénár bevétel. Oh, hello, zsiványok. Folytatom a hadakozást, mivel üssük a vasat, még meleg, és nyírjuk a kergiteket. Bár nem biztos, hogy jó ötlet elfoglalni például egy várost tőlük, de... Na. Nem, bár én azt hiszem neki megyek Halmarnak, vagy Narrának. Inkább Halmarnak, nem, inkább Narrának mennék neki. Ah, francba. Ja, én azt hiszem megtámadom Narrát. Még egy próbát megér, de azt hiszem az már a következő részben lesz. A következő részben pedig már én támadom a Kergit területeket. Nem ők minket. Le akarom győzni a kergiteket, még mielőtt a kedves nordok hadat üzennek. Az jó lenne. Ja, az nagyon jó lenne. Lehet, hogy nagyjából az lesz tényleg, hogy én maradok, meg a nordok utoljára. Az vívunk egy bazi nagy háborút. Az durva lesz. Még van kettő emberük. Már csak egy. Hol az utcsó? Ah, megölt egy Pandori manatarmot. Nem már. Hogy a fenébe? Nézd, már küldött még egy lancsást is. Meg egy parasztot is. Mi a fene? Lol. Kemény volt az a zsövány utonálló. Jó, akkor inkább fölvennék némi Pandori nemes embert. Ó, nem tőled kell. Dör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 
Jó, vettem egy baggage train-t, és 16 nemes. Az szép. Rengeteg nemes ember csatlakozik. Mondjuk minél nagyobb a birodalom, annál többen csatlakoznak. Oh, hello. Ah. Nagyobb ellenség a sereg Veidárnál. Na, benézünk, vagyis elmegyek egész Veidárig, és zárom, hogy ott csak előfejlesztem a katonáimat. Fejlesztek egy csomó jó embert még. Aha! Wow! 462 ember védi a helyet. Igaz, hogy egy csomó újonc meg fene tudja mi. Á, nem fosztjátok ti ki Veidárt. Elég gyengék vagytok ti ahhoz. Na de azt hiszem zárom videót, srácok. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!